mai terv az az, hogy felutazunk 60 km-t északra, pont oda, ahol onnan kezdődik a Costa Brava. Azt tudni kell, hogy egymást érik az üdülőfaluk, és ezek nagyon hangulatos, gyönyörű tengerparti falvak. Rengeteg van, fel se tudom sorolni, hogy hány darab ilyen falu van. Mi most felmegyünk Santa Susanáig, ott leszállunk a vonatról, és elkezdünk visszafelé gyalogolni Barcelonába. A terv szerint 3 halászfalut fogunk megvizsgálni, megnézni. Ezek a következők. Szóval Santa Susanába leszállunk. Pineda de Mar. Ron átgyalogolunk, és Calella, ott visszaülünk a vonatra, és hazajövünk. Itt vagyunk Villaszár de Márban, Santa Susana, Pineda de Mar és Calella. Ez egy elég kellemes meglepetés, mivel az óvárosa az nagyon hasonlít Kubához. Olyan, mint hogyha Kubában lennék, teli van az egész ilyen régi épületekkel. Kevesen járnak az utcán, ez is csak jó dolog. Beültünk Azt szeretem, hogy a 4 decis korsóba 5 decis sört töltenek. Megint megbotlott a nyelven. Amit látható az utca végén, ott van a tenger. Megvárjuk, hogy a pofázok kimenjenek a képbe, mert pont most kellett ide jöjjenek, ugye eddig kúl van a csehét az utcán. Szóval mögöttem ott látható a tenger, amiután elfogyasztjuk a kaját, megisszük a sört, bemegyünk oda abba a kékségbe. Buenas noches, compañero, siempre pico hacia el timbal. Ez mi a szar? Várjál. A mai menü előétele német saláta. A német saláta, mint általában áll, frankfurti virsliből, krumpliból, majonézből, nádi, kaluskát eszik. Spagetti carbonara-ed. Spanyolországban van egy alap dolog, az azt jelenti, hogy pánt, azaz ilyen zsemlét vagy spagett darabkát, megöntözöd olajjal, olívaolajjal. Megsózod. És bevágod. Ez a bemelegítő. Nagyon fontos dolog, nagyon finom dolog, és nagyon ízlik. Akárhova mész, kirakják eléd a bagett darabkákat, az olívaolajat és a sót. Kiért a második. Szalma krumplit kértem, kaptam valami krumplis chipset, de nem probléma, biztos finom. Csirke mellett kértem, kaptam csirke combot, de nem probléma, mert biztos finom. Megjött a nádi kajája, az kérlek szépen ugyanaz, csak nem csirke combbal, hanem marha hús szeletekkel. Bizonyos helyeken a spanyolok nem viszik túlzásba a kaját, ezért ilyen szép soványak, vékonyak.
hát ezt a kettőt én simán bevágnám egy desszertként. Most, hogy megkóstoltam a csirkét, eszembe jutott, hogy ez sörváltásos csirke, comb, hogy nem is akármilyen. Amúgy ez ritkaság, ugyanis egy halászfaluban vagyunk, minden kerítésen a büdös halló. A csirke az egy nagyon ritka dolog. Úgyhogy én megbecsülöm ezt a sörmáltásos csirke combot. Kuba, ide vagy oda, ettünk, ittunk, most lemegyünk a partra egyet fürdeni, napozni, tögleni, és ha ötközben kapunk egy boltot, akkor veszünk pár sört is. Ettünk, ittunk, fürödtünk, és most még iszunk egy kicsit. Hello madár, május 15-e van, újra péntek, egy gyönyörű nap, ma újra felmegyünk északra. A tengerpart mellé egy kis faluba. Pontosan nem tudom melyikben, mert rengeteg van, majd amikor odaérünk, akkor megmondom, hogy mi is a falu neve. Barcelona vasútállomás. A falunak a neve El Masno. Így írják. El Masno egy kicsi falu. Alig látunk embereket az utcán. Elég hangulatos. Most egy kicsit sétálni fogunk. Úgy látszik ez a templom. Ott látható Barcelona. Érdekes háztetőket látunk, itt például van egy jacuzzi, ez egyik háztetővel építve. Gyalogoltunk, hogy átértünk Okátába. Most innen megyünk haza.